Zsigmond Attila alkotásai több díjat is kiérdemeltek. A dokumentumfilm kategóriában az Ecsetvonások Székelyesen című filmjével első, a Történelem az Olt sodrásában című alkotása pedig a második díjat érdemelte ki. Gyakorlatilag 10 kastélytörténetet és kúriatörténetet dolgoztunk föl. A koncepció az volt, hogy az Olt forrásától indulva az Olt folyó mentén található ismertebb kúriákról és várkastélyokról készítünk a 5 perces filmecskéket. Egy ismert székelyföldi grafikusnak a közreműködésével, Siklódi Ferenc barátomnak a közreműködésével, aki gyakorlatilag egy plusz képzőművészeti adalékot is adott a filmnek, hiszen leskiccelte és egy korrajzot készítette az objektumokról. És itt gyakorlatilag az volt a cél, hogy bemutassuk azokat, egy korrajzot fessünk ezekről a bizonyos magyar épített örökségnek tudható kúriáiról és kastélyairól. A rádiós kategória díja Vajdaságba került. Ternovác István érdemelte ki az elismerést. Mi kell ahhoz, hogy egy árva a bánáti katolikusok papjává és a magyar nemzet elismert költőjévé küzdhesse fel magát? Ezt a témát dolgozta fel alkotásában. Ez a pap, amikor Versecén megtörtént, hogy a nagymisére vasárnap egyetlen egy hívő nem ment el, akkor is megtartotta szentmisét. Ez azt üzeni számunkra, magyarok számára, hogy küzdeni kell mindenkiért, azért a magyarért is, aki nem beszéli a magyar nyelvet, hogy esélyünk van akkor is, hogyha időnként úgy érezzük, hogy elvesztünk, hogy nincs energiánk, hogy belebetegedtünk sok mindenbe, belefáradtunk sok mindenbe. Tehát, hogyha Bogdán József atya ezt az életpályát, ezt az életutat tudta maga mögött hagyni, akkor semmi sincs veszve. A rövid film kategória első díját Tomolyka Tünde és Tomolyka Vojtko Béla alkotása a Fájdalom nyerte. Az idei tudósítói találkozó versenyprogramjába több mint 50 rövid filmet, dokumentumfilmet és rádiós alkotást neveztek be. Nagyon jó alkotások készültek minden kategóriába, úgy a rádióba, úgy a rövidfilmeknél, de kiemelném a dokumentumfilm kategóriát. Számomra nekem ott volt a legnehezebb a dolgom kiválasztani, vagy ajánlani a legjobb alkotásokat, mert mind nagyon jó témát dolgozott föl, igényesen, jó kidolgozott alkotásokról van szó. A zsűri elnökének, Vitézi Lászlónak üzenetét Dédics Zuzanna olvasta fel a jelenlévőknek. Emlékezés. Ez az egyik legfontosabb küldetésünk. Az alkotók legtöbbje törekedett a hagyományok méltó újraélesztésére is, azaz a nemzet tudat számára készítettek átélhető emlékfilmeket. És nem egyszer sikerült igazi művészetet teremteni, néhányszor pedig nem riadtak vissza a jó folyamatok reklámozásától sem. Igen, az emlékezés számunkra nagyon fontos. Emlékezz, légy akár tanár, családapa, idegenvezető vagy pap. Ne szorvány legyél, és ne menekülj. Ne kifogást keres, hanem alkos. És itt bizony nagyon jó alkotások jöttek össze. Köszönet érte. A dokumentumfilm kategóriában külön díjas lett Maksai Ágnes, Erős Bástyánk nékünk című alkotása. A rövidfilm kategória külön díjasa Pál Melinda és Jakab Endre rövidfilmje, A Baksat anya lett. A rádiós külön díját pedig Olágá Elvira munkája, az Amiről az időkapszula mesél. A csíkszeredai római katolikus templom tornyának meglepetése érdemelte ki.